estét kívánok! Ez az ellenzéki előválasztás talpon maradt miniszterelnök jelöltjeinek utolsó személyes beszélgetése az szombatesti urnazárás előtt. Én egész egyszerűen mélységesen hiszek abban, hogy a klímaváltozás, a klímakatasztrófa elkerüléséhez nincs más megoldás, mint a sokkal erősebb Európai Uniós együttműködés. Ugyanezt hívom Európai Egyesült Államoknak. Ha ön lenne Magyarország miniszterelnöke, milyen jelentőséget tulajdonítaná a témakörnek? Olyannyira óriási jelentőséget, hogy önálló minisztériumot érdemel. A klímavédelem és a környezetvédelem. Ez a két terület egy önálló minisztériumot érdemel, és azt gondolom, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt kell erre fordítani. De a környezetvédelmi hatóságnak is vissza kell adni a jogokat, és el kell tőle venni most már azt a szerepet, amit most játszik, hogy gyakorlatilag a fideszes oligarchák különböző beruházásaihoz ad zöld kártyát és zöld lapot. Ön szimpatizál az atomenergiával, ha jól értem. Paksal is? Hát őszintén szólva, hogy ez egy összetett téma. Először is ezt a Paks 2 beruházást, ezt bizonyára emlékeznek, hogy mikor is kik szavazták meg. Folytassak én. Jó, tehát ez a 2010 előtti kormánynak az egyértelmű döntése volt. Péter, ismét nem mondasz igazat? Jó, tehát köszönöm, majd akkor bizonyára a tényeket könnyű egyeztetni. Tehát ezt a beruházást még akkor indították el. Én megvallom őszintén, az atomenergiát tiszta energiának tartom, a klímasemlegesség szempontjából azokkal értek egyet, akik azt mondják, hogy mindaddig, amíg megújuló energiából nem lesz rendelkezésünkre álló elegendő mennyiség, addig a legtisztább energiának számít a klímasemlegesség szempontjából. Én úgy gondolom, hogy ez egy nem megtérlő. Jelen pillanatban nekem semmi nem győzött meg arról, hogy ez egy megtérlő beruházás. Tehát én nekem nem az atom energiával van problémám, nekem ezzel a konkrét szerződéssel és a gazdaságossággal van problémám. Viszont paksi blokkok meghosszabbítása az valóban 2010 elé nyúlik vissza, és ez volt lett volna a kérdésem, hogy a Paks 1-es blokkokkal ön mit tenne? Ezek most 20 évre meg vannak pluszban hosszabbítva, miközben üzemidejük már lejárt. Olyan mennyiségű uniós pénzt fogunk kapni az elkövetkezendő időben, akár energetikai beruházásokra, energiahatékonysági beruházásokra, megújuló erőforrások fejlesztésére, hogy én nagyon örülnék neki, hogyha sikerülne összeraknunk úgy Magyarország gazdasági mixét, hogy ne legyen szükség Paks 2-nek a meghosszabbítására, vagy még Paks 1-nek, bocsánat, tehát, a további. Tehát lehessen kiszállni belőle, mint a 30-as évek. Én nagyon szeretném ezt megtenni. Tehát most, hogyha jelen pillanatban nézzük, akkor az MVM hamarosan fel fog fordulni. Gazdaságilag tűrhetetlen az a teher, amit ráadtak, vagy éppenséggel a vízi közműcégek Hódmezővásárhelyen és az ország összes többi részén most egy nemzeti vízi közműt építenek, amelynek csak az áram áremelkedése, hiszen a lakosság a rezsicsökkentés miatt ezt most nem látja, de az áram ára iszonyatosan megugrott. Ugyanúgy, ahogy a gázára, és gázára kb. 10-szeresére az áram ára, 6-szorosára emelkedett a nemzetközi tőzsdéken. Csak ez önmagában csődbe vinni a teljes magyar vízi közműcéget. A klímakatasztrófa elkerülése érdekében igenis el kell kezdenünk arról beszélni, hogy ezt az egyébként hatalmas költséget, ebben Péternek igaza van, ezt igazságosan kell elosztani. Én ezért nagyon pártolom azt, hogy globális szinten, különösen a multinacionális cégekre bevezessük a minimumadót, amiben most már azt látom, hogy már az Egyesült Államok is, nem csak Európa partner, és ez nekünk régóta programunk, ugye az úgynevezett multiadó programja, és az, hogy a szennyező fizessen elve alapján fel tudjunk lépni az ellen a cégek ellen, akik egyébként szennyezést csinálnak. A MOL ebből a szempontból egy fontos dolog, mert nemzetgazdasági értelemben azért egy kulcs cégem a Magyarországnak, de bizony állami szabályozókkal el kell kezdeni őket is arra felé tolni, hogy a sokkal környezetbarátabb, sokkal energiabarátabb, megújuló energiatermelés felé mozduljanak el. Ehhez lehet adni állami támogatást. Tehát ahhoz, hogy tisztességgel működjenek, ahhoz, hogy tisztán működjenek, ahhoz adjunk állami támogatást. Ahhoz, hogy fenntarthatóvá alakítsuk a gazdaságot, ahhoz igenis érezni kell az energiaárnövekedést, azokat az externáliákat, amiket ráterhelünk a fogyasztókra, mert végül is mindent a fogyasztókra, persze a kibocsátó fizet, de ez be fog épülni az árba. A végén mindent a fogyasztó fizet. Olyan nincs, hogy nem a fogyasztó fizeti meg, hogy nem az ember fizeti meg. Ez egy populizmus. Tehát az, hogyha ezt nem tudjuk érvényesíteni az árakban, akkor nem fogunk ösztönözni senkit energiatakarékosságra. És igenis az árakon keresztül ösztönözzük az energiatakarékosságra. Az energiavédelmi, hatékonysági beruházások soha nem térülnek meg, ha mesterségesen alacsonyan tartjuk az árakat, vagy ami nekem abszolút kivágta a biztosítékot, ingyen energiát akarunk adni valakinek. Mit lehet tenni az autótulajdonosok
32%-án avval, akiknek az autója nagy részt hozzájárul ahhoz a légszennyezettséghez és CO2 kibocsátáshoz, amivel az alapvető probléma van. Ösztönözni kell őket a tömegközlekedés használatára, ahol pedig nem lehet, mert adott esetben egyszerűen nem tudja az állam biztosítani azt, hogy tisztességes távolsági busz, vonat közlekedés legyen, ott meg igenis segítséget kell adni ahhoz, hogy a most szennyező autókat le tudják cserélni szép fokozatosan környezetbarát autó. Európai Unió szabályozásával kell folyamatosan lépést tartani az, hogy ne legyen egy egyenlőtlenség ebben a tekintetben. De a közösségi közlekedést azt én is nagyon fontos megoldásnak tartom, a kerékpáros közlekedést, ezt a bizonyos 15 perces város koncepciót, tehát ezek mind a közlekedés területén megoldhatóak. És aztán említést tettünk, remélem fogunk beszélni, épületenergetika, meg nem termelt, el nem fogyasztott energia, a legolcsóbb energia, a valódi rezsicsökkentés. Azaz, és folyamatban van, mert ez megtérül, hál' Istennek. Ezt csak ösztönözni kell, csak segíteni kell. Nyílászárócsere. Éppen most állítunk át a szegregátumunkba 118 lakásnak az energetikai korszerűsítését. Nyílászárókat cserélünk, falat szigetelünk, és olcsó hőszivattyús villanybojlereket adunk ezeknek az egyébként szegény sorsú embereknek. Ez mind-mind le fogja csökkenteni ott az energiafelhasználást. Én azt gondolom, hogy ez a legjobb program, amit kell folytatni. A panel program is egy ilyen jó program volt, azt mindenképpen újra kell indítani. Ne felejtsük el, hogy most arra kérjük az embereket, mondjuk maradjunk Magyarországon, hogy előbb vagy utóbb közlekedjenek másképp, fűtsenek másképp, építkezzenek másképp, egyenek másként, ugye erről még nem beszéltünk, de ez is nagyon fontos, vásároljanak, mondjuk öltözködjenek másképp, ajándékot vásároljanak másképp. Tele vagyunk olyan feladatokkal, amelyek a hétköznapi életünket kell, hogy átalakítsák, ráadásul nagyon sokak számára ez bizony rengeteg plusz kiadást jelent. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk nagyon sok olyan felelősségi teljes lépést kell majd megtenni a jövőben, mint például a betétdíj bevezetés. Ez nem lehet népszerűségi kérdés. Azt az externáliát, hogy tudjuk tisztán tartani és körforgásos gazdálkodással alakítani a környezetünket, azt például meg kell tenni, egy olyan betétdíjat kell bevezetni, ami alapján még a szegény emberek sem fogják eldobni a műanyag palackokat, a fémdobozokat és a többi, illetve ha véletlenül eldobják, valaki kínosan fog ügyelni arra, hogy összeszedje, mert abból valami kis pénzt. Ez egyszer használatosra is érti a ez betétdíj. Mindenre. Tehát a legszegényebb emberek fűtenek például a környezetszennyező módon gumit, ruhát, bármilyen veszélyes szennyező anyagot, nem véletlen 14 ezer ember hal meg korán Magyarországon a légszennyezettség miatt, a legszigorúbban kell büntetni. A lehető legszigorúbban fel kell lépni ellene. Ez nem lehet népszerűségi kérdés, ez abszolút egészségügyi kérdés. És igen, természetesen olyan megoldásokat kell nekik nyújtani, amivel ők ezt tiszta tüzelőanyaggal meg tudják oldani, ki tudják váltani. Miért használod a büntetés kifejezést? Van ma Magyarországon olyan ember, aki választhat a között, hogy tisztán fűti a házát vagy a lakását egy olyan energiával, napelemmel, nem tudom én milyen csilivili családi házzal, vagy éppen gumit és ruhát éget el a kályhába, hogy ne fagyjanak meg télen. Nincs olyan ember, akinek választási lehetősége van a kettő között, és valami oknál fogva ezt a másikat választja, és ezért büntessük meg. Hát semmiféleképpen szó nem lehet arról, hogy megbüntetjük őket. Abban a pillanatban, ahogy adsz nekik lehetőséget arra, hogy tisztességesen befűtsék a házukat, ne legyél ilyen rossz véleményen a magyar emberekről. Nagyon rossz hírem van. Vannak nagyon szegény emberek, akik gumival, ruhával tüzelnek, és vannak egyáltalán nem rászoruló emberek, akik ezzel tüzelnek. Polgármesterként Hódmezővásárhelyen járva, én ezt pontosan látom, van, hogy nekem kell rászólni egy ismerősömre, mert a környékünkön lakik, és én nekem kellett szólni, nem azért égetett azzal, mert nem tehette volna meg, hogy tisztább fával és a többi, hanem mert ott volt a szemét, úgy gondolta, egyszerűen fölvilágosítás kérdése is, de ehhez tilalom kell, ehhez büntetés kell. Ha ön lenne a Magyarország következő miniszterelnöke, akkor mi az, amit vállalni tudna 2026-ig, ahova eljut Magyarország a környezetvédelem terén? Hát ez egy nagyon jó kérdés, de az előbb említett lépéseket azt azonnal megtenném. Tehát például ez a betétdíj, a körforgásos gazdaságnak az erőltetése, az épületszigetelési program, ez az igazi rezsicsökkentés, hangsúlyozom. Tehát a meg nem termelt energia. A tömegközlekedésnek, a közösségi közlekedésnek minden nagyobb mértékben az elektromos közlekedésre átállítása. A megújuló energiatermelésre átállítása. Nem esett szó, és azt sajnálom, hogy akár merre megyek, az előbb említettem ezt az EUCF pályázatunkat geotermiáról szól, hogy Magyarország Izland után a második legnagyobb geotermikus energia tartalékkal rendelkezik Európában. Hogy ezt mennyire nem használjuk ki? Ön milyen áldozatot kérne az idősebb generációktól? Nem gondolja, hogy itt az idő egy generációs igazságtételre? Hát
Úgy gondolom, hogy ez nem generáció kérdése, mindannyian, akik itt élünk Magyarországon, vagy itt élünk ezen a bolygón per pillanat most, mindannyiunknak áldozatot kell hozni, legyen az az ember fiatal, vagy legyen az akár idősebb is. A következő időszakban ugye egyrészt Magyarországon mi a 65%-os kibocsátás csökkenést vállaltuk 30-ig, ennek megfelelően a következő ciklusban ezt el kell indítani, épületszigetelés, közösségi közlekedés, erőmű átállítás. Ráadásul erre egyébként az Európai Unió támogatásával nagyon sok pénz fog bejönni, nagyon sok mindent lehetne erre költeni, és nem felesleges beruházásokra. Jobboldali politika, hogy a hulladékgazdálkodásban is csak ezt a megtérülési rátát nézik, és a pénzügyi megtérülést nézik, miközben a hulladékgazdálkodás, hát az mindenünk számára egy dráma, és különösen most a koronavírus járvány alatt, hát hogy mondjam, műanyag termelésben és műanyag hulladékban, hogy az egész világ most gyakorlatilag meg fog fulladni, ebben is nagyon komoly lépéseket kell tennünk. Viszontlátásra! Viszontlátásra! Viszontlátásra.